Rög. Ezt a nevet viseli az a háromfős zenei formáció, mely fiatal alkotó művészeket tömörít. Ez utóbbit tekintik az elsődleges művészi hivatásuknak, zenélni csak a tavalyi évben kezdtek el. Régi jó barátok, a Jászfényszerúi Művésztelep oszlopos tagjai, s most közösen állították ki munkáikat a régi kaszinó étteremben. Ma igen zajos tárlakításra készültünk. Merőben új ez a helyzet. Nem csak azokból kifolyólag, hogy a régi kaszinó étterem és kávézóban a maihoz hasonló kiállítás megnyitóra még nem került sor, hanem a szóban forgó, Rög elnevezésű, zsenge zenei formáció életében sem nagyon történt még ilyen. Mitől más ez az esemény? Attól, hogy egy éppen az első albumokon dolgozó zenekar mutatkozik ma itt meg. Mondhatnám úgy is, hogy a Rög ma itt nem csak Sündő Rög, hanem Dübö Rög is. A Rög hangok és képek útján igyekezett lenyűgözni a közönséget, ez adta a rendezvény audiovizuális komplexitását, egységét. A falakról a professzionális technika és a grafika tükröződött vissza. A kiállított alkotásokban egyszerre volt jelen a tradíció és a progresszió, a digitális, az analóg, a mono és a sztereó. Remekül megfér egymás mellett az 1 és a 8 bit, a fekete-fehér és a szürke árnyalatos kép. A kontrasztos, erős fekete ellentétekre épülő alkotásoktól láthatunk itt teljesen színes skálát, ha mondható, hogy színes skálát, a líraian finom átmenetekig operáló szürke árnyalatos képekig. De nézzük meg közelebbről, kiket takar a Rög elnevezésű zenekar. A tárlat Csinka Péter linó metszeteit, Rácz Gyula toll és tusrajzait, illetve Somodi Tibor fotóit tartalmazta. Összesen közel 30 alkotást tekinthettek meg a vendégek. Hát ez a zenekar három tagjának a munkái, Rácz Gyula, Somodi Tibor és jó magamnak a munkái, és hát én linó metszeteket készítek elsősorban, Gyula tollrajzokat, tusrajzokat, Tibi pedig főleg fotó. Az alkotókat régi barátság fűzi össze. Mindhárman a művészetek közös tengelyén találták meg hivatásukat, s mindazonos szemléletben gondolkodnak. Hát az ismerettség az elég régi, mert Péterrel mi osztálytársak voltunk, és Tiborral is, Somodi Tiborral, és később ismerkedtünk össze. Maga a zenei formáció viszont elég új, mert talán novemberben kezdtünk el zenélni, teljesen csak hobbi szinten, viszont már az első próba után úgy éreztük, hogy ez működőképes, és valami izgalmasan újat lehet belőle kihozni. A Rög igazából onnan jött, hogy egy rövid, tömör, pár betűs, hogy könnyű legyen leírni, könnyebb legyen tipográfiailag is elhelyezni. Onnan jöttek, ilyen három betűs szavakon gondolkodtunk, és így a Rög volt az, ami így elsőre megfogott minket. Az egész abból indult, hogy szerették volna valamivel feldobni a péntek estéjüket. Elkezdtek zenélni csupán saját maguk szórakoztatására, és ekkor döbbentek rá, hogy valami egészen új, izgalmas dolog van születőben. Igazából a próbák azok úgy jöttek alapból az egész zenélés dolog is, hogy a péntek estéket valamivel feldobjuk, hogy ne mindig ugyanabban a mederbe teljen, és akkor jött, hogy hát jammelgessünk. Én már gitároztam régebb óta, Péter akkor vett egy kézidobot, Tibi pedig akkor kezdett elmerülni igazán így a zeneszerkesztésbe, úgyhogy így összegyúrtuk, de nem volt úgy előzetesen semmilyen stílus meghatározás, hogy most ilyen irányba induljunk el, hanem ösztönösen elkezdtünk játszani. Hát mindenképpen összeér a dolog, mert tehát alapjában véve hát, hogyha az emberben van egy kifejezőkészség, akkor az megnyilvánulhat akár vizuális formában, akár zenei formában, és hát mind a kettő saját, mind a kettő a miénk, és ez hát összeér. Mindhárman egyetértenek abban, hogy a zene és a képzőművészet szorosan összekapcsolódik. Összhangot teremt és kiegészítik egymást. A kiállítás május közepéig tekinthető meg a régi kaszinó étteremben.